Jó napot kívánok! Büszkén mondhatom, hogy az elmúlt napokban szó szerint bejártam Tolnát és Baranyát, mert olyan híreket kaptam, hogy a térségbe több rendőrösöt bezártak. Sajnos a hír igaz, és én magam is több olyan rendőrösöt találtam, ami be volt zárva. Az, hogy ez országos jelensége, hány őrsöt zártak be, vagy hányat fognak, jelen pillanatban még nem tudom megmondani. Az is egy nagyon fontos kérdés, hogy miért zárták be ezeket az őrsöket. Mert természetesen lehetnek szakmai okai, hogy miért zárták be, de jelen pillanatban a közbiztonsági helyzet, vagy általában a biztonsági helyzet szerintem ezt nem indokolja. Lehet neki olyan oka, hogy nincs elég rendőr, és nem tudják kiadni az őrsök működéséhez szükséges minimum létszámot. Ezzel viszont ellentmond az a kormányzati kommunikáció, ami azt propagálja, hogy nincs Magyarországon rendőrhiány. Lehet neki olyan oka, hogy nem tudják, vagy nem akarják kifizetni azt a pénzt, ami az őrs működéséhez szükséges. Ebben az esetben viszont azt kell, hogy mondjam, hogy a magyar kormány ne a magyar emberek biztonságán spóroljon. Egy rendőrőrsnek a bezárása számtalan problémát vet fel, hiszen a napnál is világosabb, hogy a közbiztonság romlani fog ebbe a térségbe, ahol bezárják az őrsöket. Én nem tudom, hogy önök mit gondolnak akkor, amikor meglátnak egy rendőrt, mit éreznek. Én volt rendőrként tapasztaltam ilyet is, meg olyat is. De egy biztos, az vitathatatlan tény, hogy azok az emberek, akiknek a otthonuk közelében rendőrőrs üzemel, állandó rendőri jelenlét van, sokkal nyugodtabban élik a mindennapjaikat. És ahol ezt megszüntetik, ott a biztonságérzet is romlik. A közbiztonság mellett a biztonságérzet is romlik. Különösen aggasztónak találom azt a helyzetet, hogyha a határőrzetben szüntetnek meg rendőrösöknek a működését, hiszen ne felejtsük el azt a tényt, hogy idei évben rekordokat döntögető mértékben emelkedett az illegális migránsok száma. A különféle bűnszervezetek, akik embercsempészettel foglalkoznak, a határ térségében folyamatosan működnek, illegális tevékenységet folytatva, illetőleg a határt védő rendőrök és határvadászok számára pedig folyamatos, erőszakos és csoportos támadások történnek. A határvonalával párhuzamosan elhelyezkedő rendőrőrsök, amely emlékeztet az egykori végvári rendszerre, ebből a rendszerből kiveszünk egy vagy több őrsöt, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy az egész biztonsági rendszer meggyengül, ami nem kívánatos, és az ország biztonságát is veszélyezteti. Ezt a tényt azoknak, akik a vármegye rendszert is kidolgozták, tudniuk kéne. Ezt mi semmiképpen nem tudjuk támogatni, de hogy világosan lássunk a kérdésben, írásbeli kérdést fogalmaztam meg és nyújtottam be Magyarország belügyminiszteréhez. Remélem, hogy mielőbb szakmai, tájékoztató jellegű és érdemi válaszát meg fogjuk kapni, és arról is természetesen tájékoztatni fogjuk a közvéleményt. Baranya megyében én személy szerint 3 olyan őrsöt találtam, ami záró volt a határövezetben. Baranya megyei kérdésekről és erről konkrétan a térség Baranya megye képviselője fog önöknek tájékoztatást adni. Baranya megyében 3 őrs zárt be, Beremenden, Villányon és Harkányban, hogy ez elhangzott, mind a 3 település a horvát-magyar határ közelében fekszik. Azóta folyamatosan kapom az aggódó megkereséseket az ott élőktől, hiszen ők is tudják, mindannyian tudjuk, hogy egy ilyen válságos helyzetben mekkora veszélyt jelent az, hogyha rendőrösöket zárnak be. Jogos a félelmünk, hogy a magyar vidék ismételten a megélhetési bűnözés melegágyává válhat. Tovább tetézi a bajt, hogy rengeteg önkormányzat abban látja a kiutat, hogyha lekapcsolja a közvilágítást. Elég arra gondolni, hogy a Baranya megyei Komló város fideszes polgármestere nemcsak, hogy egész éjszakára lekapcsolná a közvilágítást, de még kijárási tilalmat is vezetne be. Ez elfogadhatatlan, de a rezsiválság nem attól fog megállni, hogyha rendőrösöket zárunk be, az ettől függetlenül is óriási sebességgel szágult végig hazánkon, ez pedig veszélyeket rejt magában. Éppen ezért, hogy ezt megállítsuk, a Jobbik képviselői folyamatosan egyeztetnek a megyei rendőrfőkapitányokkal, mert nem hagyhatjuk, hogy a magyar emberek a biztonságukkal fizessék meg az elhibázott politika árát. Márpedig jelenleg ez zajlik. Köszönöm.